A hét elején az őszi színházi bérletes évad második darabját játszották a Budapesti Játékszín előadásában a Hölgy fecseg és nyomoz címmel, mely egy krimi vígjáték. A darab főszereplője, az Aliszt játszó Vári Évától megtudtuk, mindig telt ház van az előadások alatt. Nem volt ez másképp Sárospatakon sem, a Művelődésháza és Könyvtárának színház terme tele volt. Olyannyira népszerű a színdarab, hogy pótszékes házakkal játszuk, állandóan tele van, és a közönség a végén bravózik, kiabál minden a világon, tehát nagyon-nagyon szeretik a darabot. A most bemutatott darab címszereplőjét, Aliszt, már korábban is játszotta Vári Éva, akkor még más társulattal. A mostani szereplőkkel is nagyon jól érzi magát, Gál Völgyi Jánossal például ez az első közös darabja. Aliszt karaktere egy vén lány, aki mindenbe beleszól, mindenbe segíteni akar, aminek nem mindig jó a vége, mégis nagyon szerethető figura, és a színművésznő is kedveli a szerepét. Nagyon szeretem ezt a szerepet, szeretem ezt a darabot. Ez egy nagyon szellemes francia darab, ami egy krimiszál és egy végjáték is egyben. És nagyon érdekes figurák vannak, az én szerepem az rendkívül összetett. Egy ilyen vén kisasszony, aki mindenbe beleüti az orrát, de végül is a gyilkosságukat ő oldja meg. Idegesíti a felügyelőt, mert mindenbe beleszól, mindent jobban tud, és ez nagyon sok humorforrás a szerepem. A darabban Gál Völgyi János alakítja a Mogorva Grandin felügyelőt. A művész úr elmondta, nem egyszerű nyomozót alakítani, mégis nagyon élvezi. Hát nyomozót játszani, az meg egy különlegesen nagyon jó dolog, de azért nehéz dolog, mert az emberek vannak képei a nyomozóról, van a Columbo, van a Poirot, van a Sherlock Holmes, ezeket mind nagyon szeretem, és valami olyat kellett csinálni, vagy olyat kellett kitalálni, ami egyik sem, de mégis valamilyen. Hogy milyen, az majd kiderül az előadás alatt. Az őszi bérletes sorozat következő, és egyben utolsó darabja, a Bánfalvi Ági International Studio előadásában Szabó Magda, Abigail című színműve lesz december 4-én. Okay.